Sziasztok! Mai videóban újra kijöttem a természetbe, és mutatni fogok nektek 5 gyönyörű fotós helyszínt Szentendrén. Ha érdekel, akkor nézzétek tovább a videót. Mindjárt megérkezünk, itt le kell jönni az ösvényről, és itt lesz egy gyönyörű füves rész, meg szikla. Ez lesz az első helyszínünk. Leírásból majd belinkelem ezeket a helyeket Google Maps koordinátákkal, hogy ha nem találnátok meg, és itt vagyunk. Itt van egy tűzakó, és hát itt lehet egy-két jó képet csinálni. Ott van a Lupató, ott a Megyeri híd. Főleg ha este vagy sötétben jöttök fel ide, akkor gyönyörűen lehet látni mindent kivilágítva. Gyertek el ide most, úgyis karantén van, nem lehet csinálni semmit, gyertek ki a természetbe. A második helyszínünk az úgynevezett Szamárhegy lesz itt Szentendre belvárosában. Onnan föntről nagyon jól be lehet látni az egész belvárost, és nagyon jó képeket lehet készíteni. Menjünk oda! Itt is vagyunk, itt van egy ilyen oltár, és itt be lehet látni a szentendrei kertekbe. Találtam itt egy kis utcácskát, jobban mondva úgy hívják, hogy Szőlőköz, és szerintem innen fogjuk látni a egész dunaparti sétányt. Sokan elgondolkozhatok rajta, hogy miért hívják ezt a helyet Szamárhegynek, ez egy tök furcsa név. Hát itt van rá a válasz. Régen, a 20. század elejéig ez a hegy egy szőlőhegy volt, és tobakosok lakták ezt a környéket. Itt építettek is egy templomot. Na és ők Szamárhától hozták föl a vizet a szőlőhöz, és a szőlőt aztán ennél a keresztnél szentelték föl, azért is néz ez a templom a kereszt felé, nem a Duna felé. És itt vagyunk a harmadik helyszínünkön, ami egyben az utolsó is. Ez itt már Szentendre szélén van kicsit, úgy hívják, hogy Kadacsúcs. Föl kell jönni ide a hegyre, kicsit Leányfalu felé kell jönni. Szentendrén föl kell jönni egy hegyre, és itt van a hegyen még egy kis domb. Épp, hogy elkaptuk a naplementét, aztán itt lehet gyönyörködni a tájban. És ott, ahogy látjátok, ott látszik a Szent István bazilika teteje, és a Szabadságszobor a Citadellán. Ott meg Békásmegyer házai. És ha látjátok, akkor ott van Vác. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ezzel a gyönyörű látvánnyal búcsúzok tőletek. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!